Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt van a kezemben a rend és biztonság elnevezésre hallgató rendvédelmi alapprogram, a Mi Hazánk alapprogramja, amelyből az első bekezdést érdemesnek tartom felolvasni, és aztán majd rátérünk az érdekes részletekre. Tehát minden ország és annak polgárainak alapvető joga a biztonságos és nyugodt élethez való jog. Ennek a jognak a biztosításához elengedhetetlen feltétel egy jól működő, professzionális, hatalomtól független rendvédelmi szervezet. A mindenkori hatalomnak kötelessége ezeket a hivatásokat választó munkavállalók számára biztosítani mind az anyagi, mind az erkölcsi megbecsülést. Tehát ez csak az első néhány mondata több oldalnyi programnak, de az alaphangot azt gondolom, hogy kellően megadta, és erről fogom kérdezni Vidó Attilát, megint csak, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetének rendvédelmi szakpolitikusát, országgyűlési képviselőjelöltjét. Most előjáróban annyi, hogy természetesen időhiányában az egészen nem fogunk most végigmenni, úgyis ezt nyilvánosságra fogjuk hozni, hozzáférhető lesz, propagálni fogjuk, de úgy, mint egy ízelítőként szemezgetni fogunk belőle, hogy lássák azt, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak konstruktív javaslatai vannak, tehát nem csak a problémákat tárjuk fel, hanem a rendvédelmi kollégák javaslataira épülve nyilvánosság elé tárjuk a mi javaslatainkat is. Na most itt kiemelve látom tőled, hogy a rendvédelmi szférában az egyik legsürgetőbb feladat, ugye az anyagi helyzet, az állomány anyagi helyzetének rendezése. Erről, hogyha néhány szót a kedves nézőkkel megosztanál, akkor hálásak lennénk. Hát az előző videóban is volt már róla szó, hogy igen, finoman fogalmazva és jelen pillanatban a rendvédelmi szférában a fizetések azok nagyon-nagyon alacsonyak. Azt a elvárást, amit elvár a rendvédelmi dolgozóktól, mind a társadalom, mind a hatalom, azt sajnos az anyagi helyzetük, pontosabban a fizetéseik közel se tükrözik. Tehát nagyon alatta vagyunk. Nem akarom mondani, hogy itt 400 ezer forintos bruttó átlagbérekről beszélnek itt már a különböző statisztikákban. Nem igazán hiszek benne. Ez nem igaz. Nem igaz, de ezt mondják, de még ennek még a töredékét se érik el. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha ennyi az átlag bruttó bér, akkor ildomos lenne, hogyha ezek a bérek ehhez közelítenének, vagy legalább, és akkor most nem akarok példálozni nyugat-európai országokkal, meg az Egyesült Államokkal, ahol igen magas ezeknek a szféra dolgozóinak az elismertsége. Ugyan most Amerikában van egy kis baj a rendőr kollégákkal, mert ott embereknek valami nem tetszik, ebbe inkább nem menjünk bele, hanem csak nézzük a visegrádi négyek országait, tehát Csehország, Szlovákia és a Lengyelországban, hát lényegesen magasabbak a bérek. Tehát lényegesen magasabbak a bérek ezekben az országokban. Hát én nagyon örülnék, hogyha első lépcsőben legalább azt elérnánk, amit a szlovák kollégák elérnek. Mert ezek a jelen pillanatban, ezek a 250 ezer forint bruttó bérek egy frissen felszerelő rendvédelmi dolgozás, ez nagyon alacsony. És a másik borzasztó dolog, a bérekre visszatér, vagy hozzátéve még, hogy ez körülbelül 10 évig nem is nagyon változik. Hát 10 év az meg nagyon hosszú idő. Ez hosszú. Tehát a bérek azok ilyen szinten állnak, az elvárások természetesen magasok, és akkor nem akarok itt arról beszélni az elvárásokon felül, hogy azért régen megkérdeztük az embereket egy felmérésbe, hogy azért tisztában vannak vele, hogy mit vállal egy rendvédelmi dolgozó, mikor felszerel. És megdöbbenve tapasztaltuk, hogy például azt nem tudják, hogy azért mindenki aláír egy olyan papírt, hogyha kell, akkor az életem árán is. Hát én úgy gondolom, hogy egy egészséges társadalomban, egy egészséges országban ezt a mondatot, amit az esküben aláír, és mint az elmúlt években sajnos volt rá példa, és bebizonyították ezek az emberek, hogyha kellett, az életüket is adták. Mások emberek életéért, mások emberek anyagi javainak a megmentéséért. Tehát ez jelen pillanatban ez egy tartatatlan állapot, ez a nagyon gyenge fizetés, és ráadásul úgy mondom, hogy az első 10 évben szinte semmi nem történik, utána se sok minden, mert azért mondjuk egy 25 éve szolgáló tűzoltóbajtás, mondjuk azzal a 200
ezer forint körüli összeggel, nettó, most nettóról beszélek, vagy 220 ezer forinttal, hát én úgy gondolom, hogy egy 25-30 év szolgálat körül, hát az se egy nagyon sok pénz a mai világban. Tehát ennyi, így állunk most bérügyileg. És a Mi Hazánk szerint, illetve a program szerint, vagy akár véleményed szerint, mekkora mértékű béremelésre lenne szükség, vagy azért meg kell vizsgálni a lehetőségeket, hogy mennyit lehet, vagy még egyszer mondom, van egy konkrét javaslat már erre, hogy hány százalékkal kellene a rendvédelmi dolgozók bérét megemelni? Én nekem van egy konkrét javaslatom, amit már évekkel ezelőtt én ezt le is közöltem több fórumon. Én úgy gondolom, hogy következetesen ehhez ragaszkodni kell. Nekem volt egy javaslatom 2019-ben, amikor azt mondtam, hogy 50% béremelés, és legyünk annyira rugalmasak a dologba, ez 2019 végén volt, tehát 2020-tól lépett volna ez a dolog, hogy 2020-ban adtak volna 30-at, 21-be 10-et, 22-be 10-et, és a választások után majd beszélgetünk újra. Ez volt az én javaslatom. Én most úgy gondolom, hogy én még ehhez most is tartom magamat. Persze, ezt én nem magamtól találtam ki, megkérdeztem a kollégákat, és ők egyet értettek vele, mert azért a tűzoltók, a rendőrök és a börtönőrök is tisztában vannak vele azzal, hogy mik a határok, amin belül lehet valamit mozogni, de úgy gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni. Más példában meg is csinált, az orvosok mennyit kaptak? Ja, nem az orvosokat, azt hagyjuk. A tábornokok fizetését az tavaly elég jelentősen felemelték. Tehát akkor van példa rá, hogy lehet. Hát mindenre van politikai akarat. Úgyhogy arról én meg nem tehetek most jelen pillanatban, hogy sajnos 2020-ban nem adtak bérfejlesztést, adtak egy 10%-os pótlékot, valljuk be, de 21-ben nulla, azaz 0% bérfejlesztés volt a rendvédelmi szférában, 22-ről meg még nem tudok nyilatkozni. Most így ennek kapcsán jutott eszembe, és egy picit eltérek a programtól egy gondolat erejéig. Ugye nemrégiben jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy ezt az úgynevezett fegyverpénz, jól mondom, tehát ez a 6 havi illetmény, amit meg a, ha minden jó lesz, a gazdaság jól teljesít, akkor 2022 év elején meg fogja adni. Erről volt is egy közleményed, nemes egyszerűséggel úgy fogalmaztál, hogy tűzoltást végeznek, tehát azért, hogy a rendvédelmi kollégákat a Fidesz melletti szavazásra buzdítsák, de végső soron ez nem oldja meg a problémát, hanem az előzőekben kifejtett módon normális és folytatólagos béremelésre volna szükség, gondolom ezzel egyetértesz továbbra is. Kezdjük hátulról, igen, ez úgy volna jó, hogy te mondod, tehát folyamatosan egy kiszámítható, nem béremelésre van szükség, még ez se fontos, egy olyan állomány és új bértáblát kell kidolgozni, ami folyamatosan biztosítja a kollégáknak, hogy telnek az évek egytől sokáig, hogy szépen emelkedik a bére neki. Tehát ez volna a legfontosabb. Na most erről a bizonyos pénzről. A nevét én ennek a pénznek nem tudom micsoda. A sajtóban így lehetett olvasni. A sajtóban. De azért nem tudjuk a nevét. Tudod miért nem tudjuk a nevét? Hát mert erről én még írást nem láttam. Tehát, hogy az lett volna, hogy ez egy kormányrendelet, egy BM rendelet, egy... Tehát ilyen ott le van írva, még... hogy ilyen és ilyen BM rendelet, ilyet én még nem láttam. Csak ígéret. Lehet, hogy van, de én nem láttam. És hát ez egy ígéret volt, ez egy pár évvel ezelőtt hangzott el, hogy fognak adni pénzt. Hát most úgy látszik, amúgy arról szólt a történet akkor még alapból, hogy 2023-ban fog járni 6 havi bér. Hát, hogy miért 23-ban, ezt mindenkinek a kis képzelőjére bízom, hát 2022-ben van választás. Nem tudom most mi az oka, neki miniszterelnök úr bejelentette, hangosan és nagyon határozottan köszönjük szépen, tehát köszönjük ezt a bejelentést, reméljük lesz is belőle valami. Azt mondták, hogy ha 5,5% az infláció, hogyha azt nem haladja meg, akkor talán lesz ez a pénz. De, ahogy mondtam is, ez csak tűzoltás. Tehát ez nem. Olyan fizetés kell, ami 10-20 évre kiszámítható, mert úgy tud a fiatal rendvédelmi dolgozó tervezni. Úgy lehet felvenni hitelt lakásra, járműre, bármire, ha tervezni tud. Az, hogy most lesz pénz, nem lesz pénz, tehát ezek az ilyen
nem jutalom ez, hanem csak így adunk pénzt. Tehát ez nem egy kiszámítható dolog. De nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy lesz ez a pénz. Februárra ígérte a miniszterelnök úr, tehát reméljük, hogy februárban megkapják ezt a pénzt a kollégák. És itt a fizetésekre visszatérve, nyilvánvalóan azért az logikusan következik, hogy a rendvédelmi szakszervezeteknek oroszlán része kell, hogy legyen, hogy ezeket kiharcolja. Igen, ám csak, hogy itt a programban olvasom, ahogy írtad, hogy nagyon fontos a rendvédelmi szakszervezetek megcsorbított jogainak visszaállítása, tehát ezek szerint a rendvédelmi szakszervezetek jogait megcsorbították. Mik ezek a megcsorbított jogok, tehát mit lehet erről tudni? Hát az elmúlt jó pár évben, vagy pár évben, hát ez alatt a kormányzat alatt, azért elárulom, tehát ez alatt a most már harmadik ciklusát töltő kormányzat alatt, nagyon sok mindent elvettek a szakszervezetektől. Nyitásnak például a rendvédelmi szakszervezetektől először megtiltották, hogy a fizetésből az egybe lehessen a munkáltató felé jelezni, hogy vonja le a szakszervezeti tagdíjat. Mert ez eddig előtte úgy működött, hogy aki tag volt, levonták a tagdíjat. Ezzel hónapokra, de volt olyan szakszervezet, hogy nem hogy hónapokra, hanem majdnem ezért szinte most is csak a végét járja, mert nagyon sokan el kellett menni a bankba. Egyéni megbízást adni, stb. Tehát ez volt az első. Előtte törvényileg biztosítva volt az, hogy az a munkáltató, tehát a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, bocsánat, büntetésvégrehajtás biztosítson bizonyos infrastruktúrát a náluk működő reprezentatív szakszervezet, tehát nem olyan szakszervezet, akinek 5 tagja van, hanem akinek megvan a reprezentativitása. Tehát ez azt jelentette, hogy volt, ahol helységet biztosítottak telefont, fénymásolót, stb. Nem olyan nagy dolgokról van ez, főleg a telefon a mai 21. században minden, neked is van, nekem is van sok, tehát nem, ezeket. Volt olyan, hogy munkaidő kedvezmény a szakszereti tisztségviselőknek. Ez is nagyon erősen meg lehet csorbítva, és azért lássuk, hogy egy komoly szakszervezetnél, tehát jó pár embernek ez teljes munkát kíván. Járni kell az országot, kapcsolatot kell tartani a kollégákkal. Ez is majdnem teljesen megszűnt, a töredéke maradt. Tehát ezeket a jogokat. Arról meg nem is akarok már beszélni, hogy mennyivel nyűgösebb lett a vezetőkkel való tárgyalás. Illetve ez nem a jogokhoz tartozik, mert ez nem jog, de a programban ez is beleírtam ezt is, hogy igenis valamilyen törvényi úton módul, valamilyen jogszabályba rögzítsük azt, hogy a munkáltató, illetve a belügyminisztérium, és akkor nevesítsük ezen belül, büntetésvégrehajtás, országos parancsnoksága, országos katasztrófavédelmi főigazgatóság, azt reméljük, hogy nem sokáig velük kell már tárgyaljunk, és a országos rendőrfőkapitányság. Igenis, a munkavállaló, ott dolgozó munkavállalókat minden egyes kérdésben, ami őket érinti, köteles legyen leülni, tárgyalni a szakszervezetekkel. Köteles legyen. Mert az tartatatlan állapot, hogy van olyan, hogy éveken keresztül szinte szóba se állnak velünk. Arra meg már nem is akarok nagyon kitérni, mert meg nem is meglepő, hogy teszem fel, amit mi benyújtottunk, hát én tűzoltó vagyok, tehát tűzoltó szakszervezet, van belőle több az országban, ahol én vagyok az a legnagyobb. Az elmúlt, most csak 5 évre gondolok vissza, lehet, hogy már régebb óta, egyetlen egy javaslatunkat a belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem fogadott be. Pedig voltak bagatell dolgok is benne, tényleg apróságok. És még az se. Tehát legyen törvényileg garantálva, hogy érdemi tárgyalásokat kelljen a minisztériumnak folytatni, illetve annak a szervnek, a vezetőinek, a központjának, amihez tartoznak. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És ez a nagyon fontos pont, akkor itt szerepel a Mi Hazánk rendvédelmi programjában. Nagyon sok érdekes és fontos dolog olvasható még ebben a programban, amelyeket majd a következő videókban fogunk ismertetni. Hogy más nem mondjak, ugye itt még olvasom, hogy megfontolás tárgyává kell tenni a határőrség és a csendőrség újbóli felállítását, rendőrség, rendészet, büntetésvégrehajtás, katasztrófavédelem, úgyhogy nagyon-nagyon sok
javaslat van még a programunkban, de erről majd a következő videókban fogunk beszélni, úgyhogy megint csak köszönöm Attilának a részvételt, úgyhogy jelentkezni fogunk még. És még egy zárszót azért engedjük, ezt sose felejtsük el, János, amit már az előző videóban is kihangsúlyoztuk. A javaslatokat tőletek, e-mail címre, rendvédelmi dolgozóktól várjuk, mert mi azt akarjuk csinálni, amit ti akartok, mert ti vagytok a szakemberek, és úgy legyen, ahogy nektek jó. Így van, tökéletes zárszó. Akkor ennek szellemében dolgozunk tovább. Köszönjük. Köszönjük.